A Vasa Albert gyermekrajz pályázat eredmény hirdetésével vette kezdetét Bonyhádon szombaton késő délután a Vas Albert emléknap és megemlékezés. Alsó tagozatos kategóriában a legjobb alkotásért járó elismerést Kerekes Kata nyerte el, míg a felső tagozatban Gáspár Andrea vehette át a legjobbnak járó oklevelet. 14 évvel ezelőtt Szabó László és Kovács Gábor kezdeményezésére és közben járásával kerülhetett Vas Albert köztéri szobra a városba. Budapesten a vérmezőn szerettek volna egy szobrot állítani Vas Albertnek, ráadásul pont ugyanezt a szobrot, amit végül is mi itt Bonyhádon felállítottunk, és hát azt szorgalmazta ez az úriember, hogy jó lenne talán valamilyen tüntetést vagy megmozdulást szervezni annak érdekében, hogy mégis felállítható legyen ez a szobor Budapesten a vérmezőn. És akkor az előadó azt válaszolta, hogy hát nem kell itt tüntetgetni, meg mozgolódni, hogyha a fővárosnak nem kell, föl kell állítani valahol vidéken. Ezen az ötleten indult el, aztán Szabó László és Kovács Gábor, akik eljutottak Erdélyen keresztül végül Hamburgba, Vas Albert fiának családjához, akik a rendelkezésükre bocsájtották Kolozsi Sándor műalkotását, Vas Albert mellszobrát. A Völgységi Városban 2005. január 8-án állították fel az országban elsőként Vas Albert köztéri szobrát. A megemlékezésen az író-költő Jó lenne így című versét Genzler Tamás, a Petőfi Evangélikus Gimnázium diákja mondta el. Tóth Bence beszédében kiemelte, az író munkásságából a hazaszeretet és a nemzete iránti felelősség sugárzik. Emlékezzünk azokra, akik óriási erőfeszítéssel és hatalmas munkával elérték, imár 14 évvel ezelőtt, hogy Vas Albert szobra itt állhasson Bonyhád egyik központi helyén. Bonyhádon 11 éve tartanak a Vas Albert törzsasztal és a Bonyhádi Vörösmarty Művelődési Központ együttműködésével emléknapot az író hagyatékának és szellemiségének ápolása céljából. A megemlékezés koszorúzással zárult.